A város iskolásai már pénteken díszbe öltöztették szívüket, hiszen mindenütt műsorral készültek a kerekévfordulóra. A zuhogó eső ellenére előbb a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának diákjai, majd a K.T. Bem József általános iskola képviselői helyeztek el koszorút a kopjafánál. A kiskörösi evangélikus középiskola falán lévő emléktáblánál az iskola tanulóinak műsorát követően az 56-os szövetség, a Pofosz helyi szervezete, Kiskörösváros önkormányzata és az evangélikus középiskola nevében helyezték el az emlékezés koszorúit. Október 22-én szombaton a Művelődési Ház kamaratermében 1956 60 év madártávlatból címmel dr. Szigeti Gábor íróval, irodalomtörténésszel beszélgetett Turán István helytörténész. És mindig nagy élvezettel olvasom részben történeti regényekben, amikor valaki így emlékszik ilyesmire, részben az emlékezőkre, hogy milyen tudatosan vettek részt október 23-án. Én úgy emlékszem, hogy sodródtam, azt se tudtam, hol vagyok, de a felnőttek sem. Tehát ez, az nem úgy van, hogy most akkor csináljuk a forradalmat. A fene tudta, hogy forradalom van. Sok ember volt, kiabált van, izgalmas volt, kíváncsi voltam. És ez csak ott voltam a Bródi Sándor utcában. Körülbelül 9:45-ben mindenki másra emlékszik, de ez azért úgy körülbelül 9:30-10 között volt, amikor eldördült az első sortűz. Na most, ugye, hogy lehet egy országba belepréselni a hazugságot? 30 éven keresztül azt tanultuk az iskolában a gyerekek, meg azt olvastuk, mi felnőttek az újságban, hogy az ellenforradalmárok elkezdték lőni a rádiót. Október 23-án vasárnap nyílt meg az Emlékmúzeum emeleti kis galériájában dr. Szigeti Gábor 1956 a feltámadás reménye című kiállítása. 17 órakor ünnepi szentmisét celebrált a katolikus templomban Sefer Attila plébános, majd a kiskörösi evangélikus középiskola diákjainak előadásában ünnepi műsor vette kezdetét a Művelődési Ház színház termében. Bemapó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe, Lengyelország példát mutat, kövessük a lengyel utat. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk, vesz az önkény, éljen a törvény, Kossuth címet akarunk. A munkások is csatlakoznak. Munkás parasz gyerekek, együtt menjünk veletek. Mit finom kosztok, a lényegről beszéljünk. Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon, szovjet sereg menjen haza, sztálin szobrot vigye haza, Rácsit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba, Ruszkit haza! Ezt követően Faragó Imre, az 56-os szövetség területi elnöke mondott megható beszédet. 60 éve folyamatosan merül fel a kérdés, érdemes volt elesni barikádokon, kiszenvedni a hóhér kötelétől, évekig, évtizedekig szenvedi börtönökben, és még megbélyegezve élni ezután is. Megérte a sok kettétört emberi sors visszautasított felvételi kérelmet? Megérte, hogy 200 ezer ember elhagyta az országot, hogy szellemével, tehetségével másokat gazdagítson? Nem volt eleve kilátástalan küzdelem a világ legerősebb nagyhatalmával. A harc valóban elbukott a túlerővel szemben, de ha nincs 56 fenyegető árnyaka, alig ha lett volna itt konszolidált gulyás kommunizmus, mert legalább egyet megtanultak a kommunista vezetők, függetlenül és demokráciát nem a függetlenséget és a demokráciát nem is adhatna, legalább viszonylag jólétet biztosítani kell. Az emléklapok és jubileumi kitűzők átadását követően fáklyás felvonulás indult a Művelődési Háztól az 56-os kopjafához, ahol elhelyezték a tiszteletadás koszorúit, virágait, meggyújtották az emlékezés mécseseit. A Magyar Szabadság éve 1956-2016 városi programja november 4-én folytatódik, amikor a forradalom áldozataiért gyújtanak gyertyát az 56-os kopjafánál 18 órakor. Beszédet mond Fodor Tamás, a Kiskörösi Evangélikus Középiskola történelem tanára.